Az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében. Amen. Belegondolni is nehéz, hogy hányan, hányféleképpen, hányféle helyen és hányféle élethelyzetben hallgatjátok most ezt az áhítatot. Sokan sokfélék vagyunk, de annyi biztos, annyi mindent hordozunk. A világban, a válunkon, a szívünkön. Nem könnyű időszak van most mögöttünk, sok félelemmel, korlátozással, bizonytalansággal. A nyár, a jó idő és a korlátozások enyhülése magával hozza a felszabadulást, de a krízishelyzetek nem múlnak el nyomtalanul. Emlékeztetnek bennünket, hogy sok teher nyomja a vállunkat, a szívünket. Álljunk meg most egy pillanatra, forduljunk befelé, és próbáljuk megtalálni, megfogalmazni ezeket a terheket, amik lehetnek feladatok, de lehetnek elkövetett hibák, nyomasztó események. Imádságban vigyük Isten elé mindazt, ami szívünket terheli. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, Te látod, hogy mennyi mindennel van tele az életünk. Te ismersz minket, és tudod, hogy mennyi mindent hordozunk. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk minden vétkünket és terhünket, és letehetjük őket a kereszt tövében, mert Jézus Krisztus magára vette mindazt, ami elviselhetetlen, elhordozhatatlan az ember számára. Köszönjük, hogy Szent Fiad bűnbocsánatunk, támaszunk és örömünk lett. Add meg, Atyánk, hogy komolyan vegyük ezt, higgyük és ebből éljünk. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki vétkeinek mélységéből kiállt hozzá. Ezért rendelte a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. Amikor feltámadása után ezt mondta Jézus tanítványainak, békesség nektek, ahogyan engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a mennyen és a földön. Az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, Isten megbocsátott nektek. Szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés gyümölcsét, az ő akarata szerint egy értelmes és tartalmas életet éljetek. Az Úr Jézus Krisztus által legyen mindez. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek, a földön békesség, az emberekhez jó akarat. Hallgassátok meg a mai áhítat alapigéjét, Ézsaiás könyvének 53. fejezetéből a következőképpen. Mint vesszőszál sarjad ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna. Sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfi a betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínoszták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Amen. Nem tudjuk, hogy ki ez a valaki, akiről a próféta beszél. Nincs neve a könyvben, de az alakja mégis nagyon fontossá vált. Isten szenvedő szolgája, aki magára veszi azt, ami másoknak túl nehéz. Magára veszi a kitaszítottságot, a fájdalmat, a betegséget, és békességet szerez. Érezzük, hogy emberi dolgok ezek, mert mindenki beleáll olykor olyan helyzetekbe, ahol mások miatt, másokért
és mások helyett kell elhordoznunk dolgokat, helyzeteket vagy következményeket. A szenvedő szolga sorsa ismerős lehet nekünk. Az ő képe azonban egyedül Jézus Krisztusban tud kiteljesedni, akinek a világba jövetele valami időn és téren átívelő, felfoghatatlan csoda. Csoda az ember számára, ami megszabadítja a terheitől és perspektívát ad az ember életének. Olyan perspektívát, ami túlmutat az életünk töredékességén és törékenységén. Erről a bizonyosságról szeretnénk most nektek ebben az online szérózsában beszélni, és kérni titeket, hogy tegyétek mellé gondolatban mindazt, amit kivált belőletek, amivel a saját életetek, tapasztalataitok mindehhez kapcsolódni tud. Annyi mindent hordozunk. Azt az utat választottuk, hogy ezt most ezúttal tisztán, egyszerűen jelenítjük meg. Csomagokkal, amelyek különböző méretűek, formájúak, színűek, és különböző a súlyuk is. Hiszen nem vagyunk egyformák, nem egyforma az életutunk, és nem egyforma terheket cipelünk. De az egy biztos, hogy cipelünk terheket. Kinek mi van a vállán? Kinek mi van a csomagjában? Terhek, amiket a környezetünk rendszer szinten rak ránk. Például a munka, az önfenntartás, vagy mások életének a fenntartása. A megélhetés biztosítása. Ez egy folyamatos, súlyos csomag az ember vállán. De emellett jócskán vannak olyan terheink, amelyeket mi okozunk magunknak. Ilyen az, amikor konkrét hibáink következményeit szenvedjük és viseljük magunkon. És ilyen a lelkiismeret terhe is, ami mázsás súlyként tud a szívünkre nehezedni. Vannak azonban olyan terhek is, amelyek megszentelt terhek. Azért, mert önként, másokért, a környezetért vesszük magunkra őket. Jó ügyek, nemes célok is nyomhatják a vállunkat, amelyekbe azért állunk bele, hogy jobb és élhetőbb legyen a világunk, és benne az élet embernek, állatnak, mindenkinek. Lassan 3 hete tart a műanyagmentes július mozgalma, ami nem könnyű kihívás és törekvés, de azért van, hogy az ember valahogyan rátaláljon egy fenntarthatóbb, alázatosabb életvitelre, amely értékeli és megbecsüli azt, amit kap, és ami őt körülveszi. A terheinkkel, csomagjainkkal, amikben lehet, hogy éppen a terveink, a vágyaink súlya a legnehezebb, nem vagyunk egyedül. Látjuk és érezzük, hogy mások is cipekednek. Osztozunk ebben az emberi sorsban. De ami még fontosabb, hogy Jézus Krisztus is osztozik ebben a sorsban. De úgy, hogy ő már beleállt, átélte, elszenvedte, és újra és újra mellénk szegődik, hogy segítsen ebben a cipekedésben. Azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Jöjjetek és tegyétek le, ami terhel, pihenjetek egy kicsit. De ha tovább kell menni, és tovább kell hordani ezeket a terheket, akkor jövök, és segítek. Felülhetünk gondolatban az ő vállára, a csomagjainkkal, a terheinkkel együtt. De akkor tulajdonképpen ki hordja ezeket a terheket? Mi vagy Jézus? Összetett dolog ez, mert ő már elhordozta a világ minden vétkét, kitaszítottságát, fájdalmát, betegségét, magára vette, legyőzte. Ugyanakkor számol azzal a realitással, hogy folyamatos teherhordás az életünk. Ezért ott van velünk minden küzdelmünkben, minden cipekedésünkben. Hordjuk mindannyian a saját terheinket, de az egész világ, és benne mi is, ott vagyunk az Isten tenyerében, vagy ha úgy tetszik, ott ülhetünk Jézus vállán. Amen. Imádságban vigyük Isten elé kéréseinket. Atyánk, hálát adunk neked azért, hogy emberré lettél, hozzánk hasonlóvá Jézus Krisztusban.
Köszönjük, hogy fontos neked az életünk, fontosak a küzdelmeink. Kérünk téged, hallgass meg minket, amikor most eléd visszük mindazt, ami terheli a szívünket és vállainkat, képletesen vagy szó szerint. Eléd visszük a mögöttünk lévő járványidőszak minden félelmét, veszteségét, bizonytalanságát. Te légy velünk, hogy talpra álljunk, erősíts meg, vigasztalj meg, gyógyíts meg bennünket, hogy tovább léphessünk. Eléd visszük, Atyánk, azokat, akik a létfenntartásért küzdenek, akiknek bizonytalan az életük, a megmaradásuk. Adj nekünk perspektívát, erőt, boldogulást. Eléd visszük, Atyánk, bűneink, önzésünk, szeretetlenségünk következményeit. Bocsásd meg, hogy fájdalmat, szenvedést és pusztulást okozunk, akár szándékosan, akár akaratlanul. Eléd visszük, Atyánk, azokat a törekvéseinket, mozgalmainkat, minden olyan gondolatot, szót és cselekedetet, amely tiszta szívből a másikért van, a környezetért, az élő világért, a teremtett világért. Add meg, hogy megbecsüljük, amit tőled kaptunk. Atyánk, kérünk, hogy maradj velünk, és segíts cipelni a terheinket. Jézus Krisztusért kérünk, akinek a nevében együtt így szólítunk meg. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Vegyétek Isten áldását! Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon neked békességet. Amen.